Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futballkárcún, és megint folytatjuk tovább ezt a történetmódot. Itt a Kataros világbajnokságos 2022-es kártyás alkalmazásban. Gondoltam, hogy majd valamikor megnézzük a matricásat is, jövő héten szerintem ezt is tervbe fogjuk ejteni, most viszont nyomassuk kártyákkal, és hát eléggé szomorú lettem, mert ha visszanézitek az előző részekbe, hogy emlékeztek a pakbeváltásokra, a kártyacsomagbeváltásokra, nem nagyon adtak olyan kártyát, ami úgy érdemben jó lett volna. Tehát általában duplákat adtak, volt 2-3 olyan csomag is, ami 100%-osan megvolt nekem mindegyik. Miközben az albumom nem áll ilyen jól, 49%-os csomó hiányzó, megnézitek ezt az oldalt, Argentínában mindösszesen 3 darab lapom van, Belgiumban meg 4. Sokkal többet lehetne itt szerezni, szóval nem örülök annyira, most próbálom megduplázni itt a pak mennyiséget, hoztam egy csomó kódot. Nézzük meg, váltsuk be, mielőtt elkezdjük a szagát, hiszen szeretnék új kártyákat, úgyhogy nézzük is az első csomagot. Bontódik is, és elvileg bónuszpakot is fogunk kapni ezután, egyetlen egy játékos az, ami itt a teammate közül nem volt meg, illetve egy Torgan Hazard, ez jó. Bónuszt, a csomó pénzt ugye el kell fogadni, oké, és akkor itt jön a bónuszpak, amiben egy darab fans favorite, ami nem volt meg nekem, ezt mondom, ez nagyon demotiváló, azt kell, hogy mondjam, azért próbáljunk meg még pár pakot beváltani. Nézzük a következőt, Mitrait, egy Pedrit, és ennyi, egy darab Pedrivel lettünk gazdagabbak. Következő pak, hát ha ezzel több szerencsénk lesz. Olyannyira nem, hogy mindegyik megvan a csomagból. Szuper. Kövi pak. Semmi. Nagyon demotiváló. Nézzük a rákövetkező pakot. Semmi. Én már nem is mondok semmit. Bontódjon. Egy darab Game Changer, Afif. De jól van, legalább annyi. Bontódik. Következő pak. Na végre itt 2 játékos beadott, 3, Topkeeper 4, Fence, na jó, ennyi elég ebből, ez az utolsó volt a legértelmesebb pak, de ez borzalom, hogy szinte mindegyik kártya megvan ezekből, hogy áll az albumunk 51%, annyi, 51 lett, gondoltam, hogy nem lesz több. Nézzük akkor a játékot, a klasszik módot, és azon belül is egy játékos szaga, akkor menjünk ide, hiszen úgyis ez a lényeg, és a keretünkbe azért lehet majd elég sok lapot berakni. 21. állomás az Amerikai Egyesült Államok, ahol rendkívül sok fiatal, tehetséges játékos van. Ugye magán a VB-n is kíváncsi leszek. Azt se tudom, mit kell csinálni, várjatok, menjünk visszanézzük meg. Mert csak bejöttem ide a kerethez. 3900 a max érték, jó, arra figyelünk. Csak Hero, Fence, Titan. Oké. Okay. Hero, Fence, Titan. Tehát ki kell szedni csomó olyan játékost, ami nem is kell kiszedni, hozzá lehet adni, már csak azért is, mert a Titanok itt vannak a védelemben, Hero kártyák ott vannak, és akkor fenszeket tudunk hozzáadni igazából, úgyhogy nézzük meg, hogy akkor mondjuk egy Foden helyett milyen fensz kártya van, amit esetleg érdemes lehet a középpályára berakni. Ritkos kategória fensz, Eriksen 90-es, az egészen értelmes egyébként, az a pontszám, Modric 88, helyett egy picit növelünk Angel Di Mariára, oké. Okay. Védelemben vannak fenszek, nézzük meg védekezési értékben, és Simon Kerr 89-es, de a Titan az mindenhol jobbnak számít, fensz kapus, az se egy nagy eresztés, Ederson jobb is nála. Támadóban még megnézhetjük a fenszeket, próbáljuk meg. Támadási érték szerinti rendezés 88-as, jobbak a hírok, azt kell, hogy mondjam. Esetleg a padon lehetne még trükközni, de hát oda is mit, őszintén szólva. Támadási érték, védekezési érték, jó, rakjunk egy Simon Kert a padra, hogy tudjunk variálni, de egyéb iránt ez a maximum, amit ki lehet hozni ebből a keretből. Jó, figyeljetek, menjünk, nézzük meg, azért Amerika nem tűnik nekem verhetetlennek, valami nem oké. Hero, Fence, Titan, mi nem tetszik neki? Contender, aha, van a padon Contender lap, az nem tetszett neki. Akkor Core, és az értékösszeg alapján a legalacsonyabbat berakjuk oda. A
az contender lesz, úgyhogy várjál. Ez, illetve Lajduni, szegény Lajduni, ő a leggyengébb. Igen. Jó, szerintem ez így most már jó lesz, ezt tetszeni fog neki. Igen, contenderekre is, hogy oda kell figyelnetek. Jó, nézzük akkor, Great Jolly Superhuman, azaz én, összecsapok az Amerikai Egyesült Államokkal, meglátjuk, hogy szerintem lesz majd jó játékosod. Pepi biztos benne lesz, rá azért oda kell figyelni, Pulisic, ezek ugye amerikaiak és kifejezetten jó pontszámmal rendelkeznek. Jó, nézzünk egy középpályát, egy ilyen teljesen átlagos kezdés, De Bruyne-ével 89-es nem verhetetlen, viszont egy védőt hoz ki az ellenfél, tehát posztra nem jót rakott be. Úgyhogy ez így egyelőre könnyű, de azért nem hinném, hogy az egész meccs ilyen könnyű lesz. Nézzünk egy támadót, bónuszkártyával, figyeljetek, 95-ös a francia logóval, Topmaster, Pulisic Topmaster. Hiába erősítettem fel Benzemát, ez így legyőzhetetlen volt most nekem. De legalább a Topmasterjét elhasználta, és nincs belőle több, úgyhogy ez is azért bizakodásra ad okot. Jöjjön akkor Marquinhos 95, Pepi pedig 96, de felerősítve, módosítóval, mindennel még durvább, úgyhogy ez eléggé szomorú a mi szempontunkból. 2-0 neki, vagy 2-1, bocsánat, és fejtettem, hogy szereztem egy gól. Már teljes letargia közepette. Eriksen, McKinney, ő is amerikai. A franc egye meg. Ez nem alakul jól. 3-1 és több gólt nem kaphatunk, mert akkor valószínűleg bukjuk a három csillagot. És azt meg nagyon nem szeretném. Nézzük, Reina. Ne legyen módosító, légy szíves. Ó, Isten, miért kell a módosító? De még mindig jók vagyunk. Összértékbe levertük Reinát. Azt a mindenit, ez nagyon szoros volt. Ez kellemetlen szoros volt. Lewandowski. Nézzük meg. Turner kapuban. Nagyon jó. Ez az. Jó van, itt azért 9 pont különbség még így is volt. Oké, most viszont védekeznünk kell. Viszont nincsen támadója, úgyhogy Winterstar, vagy mi ez, Online Star, érdekes játékosokat hoz ki, de posztra nem tud ráhozni olyat, mert neki támadót kellene hoznia, és nincsen, úgyhogy emiatt lehet meg csak a három csillag, hogy ezt kihasználjuk. Robson, ő is 85-ös védekezési értékkel rendelkezik, mondjuk Neymar az legyőzte volna ott, de nem akarok kísérletezni semmilyen szinten. Meg szeretném nyerni ezt a meccset három csillagra, és azt viszont így lehet behozni, hogy olyan poszton hoztok rá embert, amire nem bír rakni. Ez egyébként más játékosok ellen is működik, csak nem annyira szép taktika. Ezért kell jó cserepad. Tyler Adams, ő se rossz egyébként. Lipcse játékosa. És akkor még egy utolsót hozunk. Ez pedig egy Ederson 89-es. Nézzük a védőjét. Dest bizony. Na jól van. Akkor szerintem ez így nagyon neccesen a Topmaster meg a különleges lapok miatt, de meg kell, hogy legyen három csillagra. És ott is van a 21. szintet is megcsináltuk. Menjünk tovább, ugyanúgy amerikai, csak dél-amerikai kontinensen. Márpedig Uruguay. És hogy megint vannak jó játékosok, és megint kell a keretünkön változtatni. Csak Hero, Fence és Goal Machine lehet most. Aha. Tehát az összes Titan lapomat dobhatjuk ki a kukába lényegében. És Goal Machine-okat kell bevetni, ami annyit jelent, hogy sok támadóm lesz. Az viszont nem olyan rossz szerintem. Nézzük meg akkor ezeket a Goal Machine típusú lapokat. Hol van az? Várjál. Powernél van, és akkor itt a Goal Machine. Igen. Úristen, nagyon sok fajta van. Na jó, Lewandowski szerintem telepakoljuk itt támadó részt, akkor valószínűleg ezeket a kártyákat fogjuk használni. És akkor kettő védővel megyünk ki. Az eléggé meredeknek tűnik, pedig erről van szó. Egyébként azt nem tudom, hogy védekezési értékben a korlapok a legjobbak.
Vagy esetleg a fans közül van-e olyan, ami... Van. Van, ami jó. Hát akkor viszont... Oké. Akkor viszont így nézünk ki. Ez nem is tűnik annyira rossznak. És... Hát, még rakhatunk időt egyébként. Ez így jó, benne vagyunk az értékhatárban, szerintem ez így jó lehet. Egy portugál, brazil vagy dán logót szeretnék. Portugál, brazil vagy dán. Portugál ott van. Ennek az lesz az érdeme, vagy a lényege, hogy felerősítjük Pepét. Majd 89-ről. És akkor nézzük meg. Itt is a három csillagra törekszünk, Uruguay ellen. Meglátjuk, milyen lapokat hoz ki. Mert szerintem biztos, hogy lesznek jó kártyái, úgyhogy erre majd figyelni kell. Hogy megint meglegyen a három csillag. Jó. Már induljunk el majd. Uruguay játékosunk szerintem nincsen a kezdőben. Majd a vége felé erre is figyelhetünk. Próbáljunk meg egy ilyen új Benzemát. Már olyan szinten új, hogy eddig nem volt a keretben. Ez sima volt. Ez nagyon sima volt. Azért nem lesz ennyire könnyű az egész meccs. Inkább arról van szó, hogy most előttem egy jó lapomat, amikor nem kellett volna. Középpályás Eriksen 90-es pontszámmal. Game Changer sokkal jobb. Nem is lehetett volna fogni, semmilyen kártyával nem tudtam volna ezt legyőzni, úgyhogy ez oké. Ezzel nem tudtunk mit csinálni. Nézzük, mi a helyzet. Merre lehet még mozogni. Kapust hozott ki, jó, akkor ráhozok egy támadót, de egy gyengébbet, mert szerintem úgyis muszlájra van ott. Sőt, akár akkor a leggyengébbömet is hozhatom. Ja, jót hoztam igazából. Igen, 100-as pontszám, ezt tökéletesen tudtam, hogy ez lesz. Módosító bónusza 106-os pontszám. Sehogy nem tudtuk volna legyőzni, még Invincible kártyával se. Úgyhogy, jó, legyen övé akkor az a pont. 2-1-re vezet megint csak, mint az előbbi meccsen Amerika. Támadót hozott ki, akkor én védekezek, megpróbálunk egy ilyen Simonkert. Hát Luis Suarez, ez nagyon durva. Az nagyon durva. Goalmachin kártyája. Most vagyunk bajba. Most vagyunk bajba, mert most kellene valami olyat villantani, ami segítheti a mi három csillagra törekvésünket. 95-ös, Diego Godin 92-es, ez foghatónak tűnik, 93 erősítéssel, ez jó. 3-2-re jöttünk vissza. Megpróbálok egy Cristiano Ronaldo 95-ös pontszámú játékost kihozni, Jimenez. Mintha elfogytak volna a jó lapjai, legalábbis nekem így ez jön le hirtelenjében. Oké, merre tovább? Védekezésbe szerintem megpróbáljuk ezt a 94-es felerősített Pepét. Valverde, ő középpályás, ez szemét dolog, mert most egy nagyon jó lapomat használtam el feleslegesen. Mert nem jó poszton hozott rá az ellenfél. Van még középpályása? Lehet, hogy nincs több. De van. Szedjük ki ezt az utolsó középpályást. 89-es Ángel Di Maria. Online sztár. Nem lesz meg a három csillag. Állj a francba az online sztár kártyájával. Ajj, de szomorú vagyok. Nem lesz meg, biztos, hogy nem lesz már három csillag. Védekeznünk kell, nézzük, 89-es. 90-es Suarez, lehet, hogy a meccs se lesz meg. Gyerekek, lehet, hogy a meccs se lesz meg. Úgy fest elmegy a mérkőzésünk. 5-4. Jó, merre, mit csinál, védekezik, támadok, 90-es. Azaz, visszajöttünk döntetlenre. Igen, ez már biztosnak tűnik, vártam azért módosítóra. Hú, 5-5, nincs középpályása. Használjuk akkor a középpályásunkat, 89-es Kevin De Bruyne. Nézzük, Godin. Jó, legalább a meccs megvan, azt a mindenit, hogy Uruguay milyen erős volt. Nagyon-nagyon jó lapok voltak az uruguayi csapatban, ez kihívás volt. 6-5, egy góllal nyertünk, ez egy csillag. Ez egy csillag.
Hú, a sok három csillag, nézzétek, három csillag, azért ott rosszul néz ki ez az egy csillag, de nem tudok ezzel mit csinálni, iszonyat erős kerete volt. Következő videóban jövő héten Horvátországban megyünk kártyáért, Mateo Kovacsics kártyát lehet nyerni, és megint csak át kell rendezni az egész keretet, majd utána Anglia, azt a mindenit. Az durva lesz, na itt már nagyon kemény ellenfelek vannak, szerezni kéne prémium pakkot beváltani, mert így gyűrögetem a kezembe, de ezek sima csomagok, kellenének a jó lapok. Vagy majd veszünk valamit a coinunkból. Akár az is lehet, a jövő heti videóban vásárolunk coinból. Legközelebb találkozunk majd, hétvégén is lesznek nagyon-nagyon jó videók a csatornán, ma pedig a gamingen lesz. Igen, a gamingen lesz egy Ultimate Team-es videó, FIFA Ultimate Team-es, úgyhogy az is valamilyen szinten kártyás dolog. Van kedvetek, nézzetek át, addig is. Sziasztok!